Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az a Goodreads Reading Challenge-em összegzése lesz. Ezt a videót ugye minden évben meg szoktam csinálni, miután minden évben Goodreads-en lehet egy ilyen gólt kiválasztani az embernek magának. Minden évben lehet egy célkitűzés. Szóval, minden évben lehet Goodreads-en beírni, hogy az adott évben hány könyvet szeretnénk minimum elolvasni, és általában, amikor én ezt a számot elérem elolvasott könyvekben, akkor mindig csinálok egy videót, amiben összegzem, hogy hány csillagra értékeltem Goodreads-en, és melyik könyveket. Úgyhogy ez a mai is ez lesz. Idén magamnak 50 könyvet állítottam be, tavaly nagyon durván túl teljesítettem magamat, és hát idén a szakdolgom meg ilyen egyéb dolgok miatt is gondoltam, hogy egyrészt valószínűleg annyit nem fogok olvasni, másrészt meg nem is akartam, mondjuk. Nem akarok minden évben 100 könyvet elolvasni, mert az brutális. Szóval 50-et állítottam, az most lett meg, így kb. Fél év alatt, úgyhogy még lehet idén is meg lesz a 100. Nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy túl sok a stresszelek rajta, és nem kéne ennyi stresszelnem azon, hogy ennyit olvassak, na mindegy. Ugye Goodreads-en más a csillagozási rendszer, mint Mojon, tehát Goodreads-en csak 1, 2, 3, 4 és 5 csillagot lehet adni. Nincsenek fél csillagok, tehát én a molyos értékeléseimhez képest kerekítem őket, általában lefele szoktam. Tehát, hogyha valami molyon 3,5, az Goodreads-en csak 3 csillag, mert Goodreads-en a 3 csillaghoz az van írva, hogy az az I liked it, azaz tetszett kategória, a 4 csillag a really liked it, a nagyon tetszett, az 5 csillag a fantasztikus volt, a 2 az oké volt, az 1 meg a nem tetszett, de hogy ezt így kicsit. Szóval kicsit eltérés van a molyos meg a Goodreads-es értékeléseim között. De akkor nézzük, igazából 3 kategóriánk lesz, mert 1 és 2 csillagos olvasásom idén még nem volt szerencsére, úgyhogy van pár 3 csillagos könyv, de minden más 4-5 csillagos. Nagyon sok 4 csillagos van, mindig mindent kb. 4 csillagra értékelek egyébként, meg elég sok 5 csillagos is, úgyhogy szerintem egész jó az arány. Úgyhogy kezdjük, 3 csillagos olvasások. És úgy fogom csinálni, hogy először mutatom azt, ami megvan, és utána mutatom azt, magyarul bevágom a borítóképét annak, ami nincs meg. Szóval, 3 csillagos olvasások. Első ilyen, Acsai Rolandtól a Csonthavazás. Ebben a videóban én nem nagyon szeretnék így indokolni, hogy miért a havi összegzésekben mindegyikről lehet látni nagyjából a véleményemet. 3 csillagos, Nicholas Barrowtól a Nő mosolya, illetve a Cseresznye virágzás. Jó, és az utolsó, amit tudok még fizikailag mutatni, és szintén 3 csillag, az a Skandar és az Unicorn is tolvaj. Ezeken kívül még szintén 3 csillagra értékeltem Alice Osmantől a Solitaire-t, Victoria Forestettől a The Boy Who Knew Everything-et. És ennyi volt a 3 csillagos részleg. Az ilyen szempontból tök jó volt az arányom. 4 csillagos könyvek. Ebből sok van. Szóval, első sorban T.J. Klun-tól a Suttogó ajtón túl, Lane Kaberbol-tól az Amulet, ami az Igazlátó krónikák második része, Alexis Henderson-tól a Boszorkányság éve, ez a könyvklubos kibeszélő után már nem biztos, hogy 4 csillagra értékeltem volna, de már megkapta, úgyhogy ha csak nem olvasom újra, így marad. Kevin Kwan-tól a Crazy Rich Asians, azaz kőgazdagázsiaiak, Nicholas Barrowtól a Szerelem receptjei, Jonathan Strahan szerkesztésében a Sárkányok könyve. Ez egy újraolvasás volt a Paper Girls Újságos Lányok 1 BookTube könyvklub miatt, és ennek elsőre is 4 csillagot adtam. Aztán itt egy képregény sorozat, a Joyride, tehát ennek mindegyik részének 4 csillagot adtam, tehát az első részének is, a második részének is, és a harmadik részének is. Oké? És az utolsó, amit tudok mutatni a 4 csillagos kategóriában, az John Ronald Sárkányai című kisgyerekkönyv. Ezen kívül 4 csillagot adtam a Lumberjanes, azaz Cserkeszterek 10. részének, ami a Parents Day címet viseli, a Rintaro és a könyvek útvesztőjének, a Mesék a hurokból című kötetnek, illetve a Labirintusnak is 4 csillagot adtam, Frederick Bachmann-tól a Hazavezető út minden reggel egyre hosszabbnak is, a Love Hypothesis is 4-et kapott tőlem végül, a Három dolgot mondj című kötet szintén, az Evelyn hétférjének is 4-et adtam, de az egyébként egy nagyon jó könyv volt, az azt hiszem 4,5 csillagos egyébként, szintén Victoria Forestettől a Lány, aki tud repülni, Böszörményi Gyulától a Leányrablás Budapestennek is 4-et adtam, és ennek nagyon kéne folytatnom a további részeivel, Persepolisnak csak 4-et adtam.
Jó, szóval a Persepolisnak 4-et adtam. A Nem mézes heteknek szintén 4-et, a Tweet Cute-nak is, a The Soulmate Equation-nek, aztán itt van még az első könyvem a Fénysebességről című kötet, és Alice Osmentől a This Winter, a Nick és Charlie és a Radio Silence. Oké, rájöttem, hol van a Bibi. Ott, hogy a Radio Silence volt az utolsó könyv, amit befejeztem, viszont addigra már meglett az 50 könyv. Tehát a Radio Silence már nem tartozott bele a Goodreads Reading Challenge-em első 50-ébe. És akkor ezek voltak a 4 csillagos könyvek, úgyhogy át is térhetünk az 5 csillagos értékelést kapott könyvekre, amik között szerintem van. Van újraolvasás is. Az egyik az Asszony beszéd Marjane Satrapitól. Aztán, mivel újraolvasást tartottam Gyűrűk urából, ezért a Gyűrű szövetségének, illetve a Két toronynak is megint 5 csillagot adtam Goodreads-en. A harmadikat még nem olvastam. Mármint újra, most, idén, még. 5 csillagot kapott a Holt Billy krónikák második része a Scarlett. Emily Nagoszkitól az Úgy, ahogy vagy. Ez egyébként talán az egyetlen, amit idén felfelé kerekítettem, mert ő majd 4,5-et kapott, és azt általában 4-re szoktam kerekíteni Goodreads-en. Sixin Liu-tól a Hangyák és dinoszauruszok, ez szuper volt. 5 csillagot kapott minden eddig általam olvasott Saga képregény, tehát a Saga 1, a Saga 2, a Saga 3, a Saga 4 és a Saga 5. Szintén újraolvasás volt a Lore Olympus, aztán 5-öt kapott a Paper Girls második része, és 5 csillagot kapott ez a csoda, a Klaus. És ezen kívül még 2 másik könyv kapott tőlem 5 csillagot ebben az első 50 könyvben, amit idén olvastam. Az egyik a Bonita volt, ami ez a Szilaj meséhez tartozó regény, illetve az Elektronikus állam, mert az volt a kedvencem a 3 közül, amit a szerzőtől olvastam. Szóval, én ezekkel a könyvekkel teljesítettem az idei Goodreads Reading Challenge-emet, úgyhogy minden már csak a többletbe fog belenyomódni, ahogyan a Radio Silence is már egy plusz olvasás, úgymond ugye a kitűzött célomhoz képest, mert azt már elértem. Kommentben írjátok meg, hogy ti hány könyv elolvasását tűztétek ki magatoknak idénre, és ezzel a teljesítéssel esetleg, hogy hogyan álltok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!